Na kérem szépen, erről meg vagyok győződve, hogy mindenkinek van véleménye. Szilikonos lányok, szilikonos fiúk, mit gondoltok? Kezdődik a feladat, a harmadik feladat, a kihívás harmadik napja, december 4-én. Éljen az ANGL kihívás, gyertek és versenyezzetek velük. No, az előbb sikeresen kikapcsoltam a felvételt a kezemmel, amikor megfordítottam a kamerát, úgyhogy még egyszer elmondom élőben, hogy továbbra is tart a verseny, egyre többen játszotok, egyre többen nézitek a többieket, aminek nagyon örülünk, reméljük, hogy ráéreztek az ízére az élő közvetítésnek, milyen azt adni és milyen azt nézni. Ha már itt tartunk, akkor én is elmondom a véleményemet a mai feladatról, a molyok kezd csinálásnak. Szilikon szépség. Nem hiszem, hogy erre olyan egyszerű választ lehetne adni, mint hogy szerintem jó, vagy szerintem rossz. Sokkal inkább ez egy kifejtős feladat. Én nekem például az a véleményem, hogy egy 10-20 éves fiatalnak teljesen fölösleges bármiféle drága, vagy éppenséggel olcsón elvégzett szépészeti beavatkozáson átesnie. Miért gondolom ezt? Én azt hiszem, hogyha valaki 10-20 évesen nem tudja elfogadni önmagát, akkor neki komoly önértékelési problémái vannak. Viszont azt már inkább el tudom fogadni, hogy a kor előre haladtával, 30-as, 40-es, 50-es korban az emberek azt mondják, hogy hát én szeretnék letagadni még 10 évet a koromból. Nyilván, hogyha valaki ezt 10-20 évesen hallgatja, akkor nem nagyon tudja még átélni. Én 37 vagyok, én már elgondolkodtam ezen. És nyilvánvalóan ez egy olyan dolog, hogy lehet az ember szép, meg fiatal azáltal is, hogy egészségesen étkezik, meg eljár sportolni, meg minden, de elmondom azért azt, hogy két kisgyerek mellett ez például nem annyira triviális. Úgyhogy az ember, én azt gondolom, hogy ebben a korban már elgondolkodhat azon, hogy akár a felesége, akár ő beavatkoztat magán valamilyen fajta szilikon vagy szépség, szépészeti beavatkozás által. Na, ezt jól megfogalmaztam. Hát körülbelül ezt gondolom én a témáról. Én azt gondolom, hogy erről mindenki elmondhatja a véleményét. Ha van tapasztalata, akkor azt is elmondhatja, kíváncsiak vagyunk rá. És ne felejtsétek el, toljátok tovább a streameket, nézzetek másokat, kövessetek minél több embert az ANGL-ben, ez nagyon fontos, ez tényleg úgy izgalmas ez az app. Kövessetek random embereket, és ha publikusan streamelnek, akkor bepillanthatást nyertek az életükbe. Egy kicsit voyeurködhettek, bekukucskálhattok mások, mit gondolnak dolgokról, mit csinálnak minden nap. Erről szól az ANGL. Gyertek és játszatok velünk!